Igen, meg egy Moderna. Két típusú oltóanyagot is magukkal vittek ma azok a házi orvosok, akik a következő napokban beadják a vakcinákat a pácienseiknek. Tegnap újabb Moderna szállítmány érkezett a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalhoz. Bács-Kiskun megyében 2500 darab érkezett, 500 darab második körös oltásokat szolgál, és 2000 darabot tudtunk szétosztani a házi orvosok között a regisztrált betegeik arányában, hogy elvégezzék a Modernával az első körös oltásaikat. Pfizer vakcinából ma több mint 2000 adagnyit vittek el megyeszerte a házi orvosok. Ezeket az ampullákat második körös oltásoknál használják fel a szakemberek. Az AstraZeneca típusú vakcinák osztása is folyamatos. 3000 adag AstraZeneca vakcina érkezett Bács-Kiskun megyébe. Ez az oltóanyag ez a városi kórházakban, illetve a megyei kórházban kerül beadásra, és SMS formájában kapnak értesítést azok a páciensek, akiknek a részére beadásra kerülhet ez a vakcina. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy csütörtökön, pénteken figyelemmel legyen a telefonjára, hát ha csipog. A mai napon mindemellett 12000 adag Sinopharm vakcina érkezett a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalhoz. Az ampullákat aszerint osztják szét a házi orvosok között, hogy kinél magasabb a regisztráltak száma. A legfontosabb cél most az, hogy minél hamarabb a lehető legtöbb ember kapja meg az első körös oltását.